A Fidesz szerint mindenki emlékszik rá, hogyan kormányoznak Gyurcsány Ferencék. Kocsis Máté a közösségi oldalán annak kapcsán írt erről, hogy a DK elnöke egy bejegyzésében úgy fogalmazott, megmutatjuk, hogy nem csak győzni, de kormányozni is tudunk. A Fidesz frakció vezetője válaszul összegyűjtötte, hogy például mekkora volt a munkanélküliség, vagy az áremelkedés akkor, amikor Gyurcsány Ferenc volt hatalman. Felesége Dobrev Klára fotójával kampányol a DK jelöltjei mellett a baloldali előválasztáson Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán. A volt miniszterelnök azt írta, együtt győzni fogunk, és megmutatjuk, hogy nem csak győzni, de kormányozni is tudunk. Emlékszünk rá, kösz nem, így reagált a Fidesz frakció vezetője szintén a közösségi oldalán. Kocsis Máté többek között arra emlékeztetett, a Gyurcsány kormány ideje alatt 12%-os volt a munkanélküliség, a fizetések pedig gyakorlatilag nem emelkedtek, miközben elvettek egy havi nyugdíjat, megszüntették az otthonteremtési programot, a családi adókedvezményt és lecsökkentették a gyes időtartamát. Kórházakat zártak be, és 600 milliárd forintot vettek el az egészségügytől, amellett, hogy 6000 egészségügyi dolgozót bocsájtottak el. Emellett három háromszorosára emelték a gáz, kétszeresére pedig az áramárát, és eladósították az országot. Kocsis Máté szerint mindegy kinyeri az előválasztást, Gyurcsány Ferenc akarja majd megmutatni, hogyan kell kormányozni, de mint fogalmazott, inkább ne.